Ismét drágább lett az üzemanyag. Bruttó 3 forinttal emelte a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL. Az emeléssel a benzin átlagára 395 forint lett. A járművezetők nem örülnek az újabb áremelkedésnek. Gyakorlatilag én már nem nézem, mennyi a benzinár, hanem csak azt nézem, hogy hoppá, én literre tankolok. Meg van nálam 2000 forint, most mondok valamit, 2000 forint tankolok, és nézem, hogy akkor ezért mennyi benzin kaptam. De hát idegesítő. Nyáron még többen ülnek az autóba, a nyaralások hosszú utak miatt pedig többet tankolnak. A megemelkedett benzinár így hamar meglátszódik a pénztárcájukon. Elég sokat megyek kocsival, így nyári időszakba, gyerekek, unokák, úgyhogy hát biztos egy 5000 forint egy havonta, azért ez biztos, hogy akkor ez belemegy. 3000 kilométert azért havonta így levezetek, úgyhogy azért, hát azért majd megérzem. A benzinliterenkénti átlagára az év elejéig mintegy 100 forinttal csökkent, az elmúlt fél évben viszont több mint 70 forinttal emelkedett. A gázolaj esetében azonban pont az ellenkezője mondható el. Az elemzők szerint régen fordult már elő, hogy a két termék között 25 forintos árkülönbség legyen. Az ellentétes irányú mozgásnak leginkább az az oka, hogy a benzin iránt igen nagy a kereslet. Elmondható az, hogy az üzemanyagpiacon jelenleg ugyanannyi benzin megy ki az Európai Unió területéről az USA-ba, mint amennyi gázolaj jön be. Tehát értelemszerűen a benzinára az magasabban van, a gázolajé pedig alacsonyabban. A szakértő szerint a következő hetekben nem várható újabb áremelkedés. Ellenkezőleg pénteken a benzin bruttó 3 forinttal, míg a gázolaj 2 forinttal lesz olcsóbb.